A lengyel-magyar versenyen sikeresen szerepeltek Gyökeresné Kálai Mária, a karcagi nagykun református általános iskola tanárának diákjai. Mai adásunkban Sarkadi Nórát ismerhetik meg. A csapat másik tagja Sarkadi Nóra, akinek a versenyben nem voltak nehéz feladatok. Az angolról magyarra fordítás volt talán a legnehezebb, de rengeteg új szót is tanult. Igazából olyan nehéz feladatok nem voltak, de ugye, mivel összetartó csapatunk volt, ezért mindannyian segítettünk a másiknak. És hát gondolom az angolról magyarra fordítás azért nem volt egy egyszerű. Hát nem volt. Tanultál sok új szót, meg egy picit a szótározásban is gyakorlatot szereztél? Igen, rengeteget. Sok mindennek utána olvastál, tanárnő segítségével, társaiddal felosztottátok a feladatot, vagy mindenki átnézett mindent? Hát megcsináltuk külön-külön is a feladatokat, és utána mindannyian leellenőriztük egybe. A legközelebb a kisfilmkészítés állt hozzá. Sokat tudott meg a kunhalmok történetéről, amit szüleinek is elmesélt. Nagyon érdekelt meg, hogy megtudtam, hogy a kunhalmok története. A bójai és a köri versenyen is részt vett, mindkettőn dobogón végeztek. Voltam tavaly a bójai csapatversenyen, és most a kürin. Akkor úgy látom, hogy nagyon a természeti tárgyak közé csoportosulnak az érdeklődési köröd. Ott milyen helyezéseket értél el? Hát a bojain 50 valahogy harmadikak lettünk, a kürin pedig a megyében lettünk elsők. Hát akkor ez nagyon jó, nagyon hallgan is mondod, és bátortanul, de hát ez egy nagyon szép eredmény. Mondjuk magyar verseny, matek verseny. Még nem hallottam. De hát akkor még előtted áll ez is. Mit kaptál ettől a versenytől? Rengeteg élményt, és szép helyeken is jártunk, és rengeteg megbővült a tudásom is. A versenyek révén sok új tudással is gyarapodott. A csoportverseny is tetszett neki.